kiütötte a tatabányát az FC Nagykanizsa. A Komárom-Esztergom megyei csapat listavezetőként érkezett vasárnap az olajbányás stadionba, és a vezetést is megszerezte. A fordítás már az első játék összejött a délzalajaknak, akik a második félidőben még négyet számoltak az ellenfelükre. A végeredmény 6-1 lett. A tatabánya számára óriási tétel bírt a mérkőzés, hiszen Gyürki Gergelyék egy pontra előzték meg a fordó előtt második Veszprémet a már biztos harmadik hazaiakat a prestízen kívül az is motiválhatta, hogy össze simán 3 0 oszta a két csapat párharcát a tabánya. A délzelaiaknak a vasárnapi meccs sem indult jól. Molnár leviszi, megpattan a beadás, a Godzorjáv nem érje el, megpattan ez is. Szegleti lő, Szegleti! Gólt lő. Az egykori kanizsai játék, hogy Szegeti Gergely jutott előnyhöz a vendégeket. Nem kellett azonban sokat várni az egyenlítésre, hiszen négy perccel később rögtön az első helyzetét kihasználta a kanizsa, Gondol az egyenlítés után mezőnyfölénybe mekerült a kanizsa, és sorban dolgozta ki a helyzeteit. János próbálkozott átlövéssel az első 15 perc végén, ezt azonban még jó helyre ütötte ki a vendégek 17 éves kapusa, Lót Péter. A 28. percben azonban már nem volt ilyen szerencséje. Óriási a távolság, de mondom, ilyen talajon meg lehet próbálni. Mert az imént láthattunk egy figurát, ami annyira nem jött be, most elővi János, nem is rossz. Ott a kibattaló Szanyi érkezik! Fordít a kanizsa! Lendületben maradt a hazai csapat, és már az első félidőben sem sok hiányzott ahhoz, hogy két golossá tegye az előnyét. Egy mintaszerű akció végén azonban Szilágyi tévedett pár centit. A játék az utolsó momentumon vendégeké volt, de a tatabányai házigol király árvai 6 méterről mellé fejelt. A szünetben egyik mester sem cserélt, és a vendégek nagy hívvel kezdték a folytatást, de ebből is a kanizsa jött ki jobban, hiszen az 50. percben szöklönös harcolt ki büntetőt, amit János Norbert értékesített. 3-1-es állásnál Gyürki Gergely már belenyúlt a csapatába, az ex válogatott játékos Forró Gyula érkezett. A váltás jól sült el, hiszen Forró új lendületet hozott a vendégek játékába. Katona került a kanizsai védelem mögé, de a beadását mellé pörgette Kocsis Gergő. A 70. perc hozott újabb fordulatot a meccsbe, amikor a szépítés helyett tíz emberre fagyatkozott a tatabánya. Jön is, forró fejel, kipattan, kint van, nincs gól, megussza a kanizsa, forró egyértelműen jól szállt be. Most kapu fát feje. Óriási, Lőrincet eszed gólt. Lőrincet felrúgják, ez piros lap. Nálam és nem csak nálam. Krupánszki kiállítása után még 20 perc volt a meccsből, amit alaposan ki is használtak a Nizsa. Előbb a 76. percben Szabó Patrik lőtt gólt egy 25 méteres átlövésből, majd János szerzett egy érdekes gólt, amit Lőrinc érkezése miatt sokáig vitattak a vendégek. Ezzel még nem volt vége a kiütésnek, hiszen a 93. percben Gorgyev is megszerezte első kanizsai gólját. Kovalovszki jó labdát kap, Lőrinc mutatja magát, és Godzsajev és Godzsajev, Godzsajev meglövi az újabb kanizsai gólt, szép akció, 6-1. A Veszprém hozta a saját meccsét, így a Kanizsa győzelmének köszönhetően jelenleg Pető Tamásék állnak feljutásra. Gyürki Gergely szerint súlyos egyéni hibákat vétettek, és vasárnap a Kanizsa a játék minden elemében jobb volt a tatabányánál. Ők nagyon jól reagáltak a szerzett góra, mindjárt növelték is az előnyt, de igazából most ezen a meccsen mi olyan hibákat követtünk el, ami egyáltalán nem volt ránk jellemző. A a szezon során, és sajnos nagyon bután, bután futballoztunk, főleg itt az emberhátrány után is még letámadtuk az ellenfelet, így gyakorlatilag saját magunkat végeztük ki ilyen arányban. Természetesen az a kanizsai érdemeiből semmit nem veszel. Gombos volt, érthetően elégedett volt az övéivel. Ha az hazaiak mestere szerint ez a győzelem egy nagyon szép jövő alapja lehet. Amit megbeszéltünk, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy jobbak legyünk, mint a tatabánya, a maximálisan betartották a játékosok, és, és végig úgy éreztem, hogy magabiztosak, gyorsak voltunk, agresszívek, amit mondtam neked is, hogy hogy mi kellenek ahhoz, hogy, hogy egy ilyen jó csapatot, tehát a listavezetőt legyőzzük. A kanizsa ezzel lezárta azt a rossz szériáját is, hogy nem tudja legyőzni a közvetlen riválisait. A tatabányára az utolsó fordulóban bajnoki döntő vár, hiszen a listavezető Veszprémben játszanak a Komárom-Esztergom megyeiek. Érdekesség, hogy a vasárnapi bajnoki volt a legnézettebb közvetítésünk a szezonban, több mint 3200-an követték a mérkőzést a Youtube csatornánkon.